Na, elhoztalak egy kicsit, ha vagy romantikázni, és hoztam neked meglepit. Fogd meg, elhoztalak kávézni egy gyönyörű szép helyre. Alig találtunk parkolóhelyet itt. Jaj, na mindegy, remélem, hogy jól lesz. Fel fogom venni a szemüvegemet, mert ebbe jöttem, az új szemüvegembe próbáltam itt vezetni, de borzasztóan fent van a föld, és olyan hány ingerem van benne. Hát nem, ez ugyanaz, csak annyira nem jó. Ez az ilyen fényre sötétedő, és nem igazán akar sötétedni sem. Úgyhogy nem igaz, nem az igazi. Kicsit így fölveszem, aztán majd menet közben leveszem. De mutatom, hogy hova jöttünk. Szóval így ezt látjuk most így az autóból. Meg ezt, hogy itt a gyermek már iszta a kávéját, a kis kakaót. Jó, na szóval muszáj, hogy szokjam a szemüveget, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy visszaviszem majd, de most itt föl fogom venni. Csak még nem az úton, mert hát teljesen itt fönt van az út, tehát hogy úgy nagyon nem érzem jól magam benne. Most nem már legyen. Most zárják le, hogy jövünk, az jó hangzik. Szóval ide gondoltam, itt szoktam itt reggel jönni itt a Noéval, ugye. Arra felé van az iskola. És hogy kinéztem, hogy ez egy olyan szép kis tó. Úgyhogy szoktak itt babakocsival is sétálni. Reggel nyírják a füvet. Nagyon szép kis rész. Jó, most mi nem mentünk el az ösvényig. De mindjárt belecsatlakozunk az új ösvénybe. Igen, lezárták ott. Valamit szerelnek szerintem. Szóval gondoltam, hogy jövünk ide egy kicsit romantikázni. Mit szólsz? Van ott híd is. Azt is meg... De jó idő van. Hú, tűz a nap végre. Végre nincsen tél. Ugye? Múlt héten 10 fok volt. Most meg 25, hogy én is hoztam a kávémat. Vannak itt, ki lehet így feküdni ilyen napozókra. Na, becsatlakozunk az ösvényre. Jó, babakocsival nem jó szó, Alival nem tudunk erre jönni. Szétrázza meg, hát kitörik a kereke az ő kis járgányának. Gyere, nézzük meg erre a tavat. Még sose voltunk erre, csak az útról láttuk, amikor jöttünk így megnézni az iskolát. Ez a nádas. Ez gyönyörű. Nagyon szép kis park. Nagyon kis helyes. És hangulatos. Alig vártam, hogy jó idő legyen, mert akkor legyen alkalom rá. És akkor így iskola után egy kicsit eljövünk erre. Megnézzük. Vannak-e kacsák? Egy ilyesmi. Szép nagyon. Na, felvettem a szemüvegemet, és tök furcsa, hogy léptem kettőt hátra, mert hogy annyira közel hozta a vizet, hogy durva. És így annyira fönt van a föld. A jó ég, így teljesen így fönt látom a földet, úgyhogy... De most viszont azt hiszem, hogy tök jól beszélgetett, szóval kipróbáltam egyszer így autóban, így amíg láttam magamat így a kamerában, de nem tudok menni benne, egyszerűen annyira fent van a föld. Szóval szerintem ez biztos, hogy nem jó ez a dioptria nekem. Mert az üzletben is azt éreztem, hogy fú, nagyon nem jó. Úgy megyek, mint aki... Én tök részeg, vagy nem tudom, én még nem voltam sosem részeg, de jaj, nagyon furcsa, én össze-vissza megyek. Úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy vissza fogom vinni. Mi az a kis bódé ott? Ott van valami bódé. Majd keressünk valami ilyen kis napozót, megnézzük azt a hidat. Hát nem bírok menni ebbe a szemüvegbe, nagyon nem jó, én ezt vissza fogom vinni. És mind a hármat. De nem tudunk ketteni. Ide? Erre a kőrakásra üljünk le. De hát itt van itt egy csomó hely még. De nem tudok benne menni, jaj, össze-vissza járkálok. Nagyon nem jó.
próbáld ki, hogy milyen. Szóval az van, hogy három is van, ugye van egy sima normál szemüveg, egy napszemüveg, ugye a két autó miatt, meg ez a fényre sötétedős. Jó? Hát igen, akinek bejött az élet. De egyszerűen azt javaslatotok nekem, amikor így felvettem így autóban, és mondtam, hogy nagyon nem jó, és nagyon nem tudok benne menni. De azt hiszik, hogy részeg vagyok, vagy nem tudom, de jaj, de nem jó megállni se. Hú, ezt akkor vissza kell vinni mind a hármat, ugye? És akkor ilyenkor mi történik? Na kíváncsi leszek, majd mondom, hogy mi történt. Mert ugye volt előtte szemvizsgálatom, optikus, tehát nem orvos, hanem ilyen átszerész, de nem doktor, szóval értitek. És nem tudom, hogy ez most így mennyire jó, vagy nem jó, de ez alapján lett megcsinálva mind a három szemüveg, és hát azért nem kis összeg volt. Na nem tudom, hogy a kezembe kell, ha melyik tiszikét létszi. Vagy egy gyerek mellé nyúlok, de furcsa. Úgyhogy, na jó. Nem jó. Leveszem inkább. Nem jó, sajnos. De nem is az, hogy szoktak hozzá, hanem hogy nagyon nem jó. Nagyon rosszul érzem magam benne, úgyhogy ezt akkor lehet, hogy ma visszaviszem, hogy akkor valamit itt alakítsunk. Lehet, hogy megvizsgálják még egyszer a szememet, elviszem a mostani szemüvegemet. Na itt van egy, és csak egy híd. Itt van egy híd. Megyek, csak ne pottyanj bele, arra kérlek, jó? Nem szeretnék úszni utánad. Jaj, anya, meg a tériszony. Igen, tényleg ott meg a halak. Anya, bejjebb jön már, anya, a tériszonyos. Na nézzük ezt a pumpkin spice, most már így teljes valóságában, mert ugye gyere bejjebb egy kicsit, jó? Mert tényleg gyere bejjebb, anya nem bírja ezt. Szóval ez most már a tej és a kávé is. Egy az egyben ez a dolcsikusztok, abszolút, hogyha megkóstolom. Jó keserű. Egy cukrot tettem bele. Egy barna cukrot, jó keserű. Gyere bejjebb, kérlek szépen onnan jelentem, Piro. Hát anya tériszonyos. Na, hát... Jobb normál tejhabbal, szóval nem a saját, van túl vizes, és nagyon keserű. Nem lesz a kedvencem, sajnos ez. Maradok a Nespresso-nak a sárga Starbucks-os kapszulájánál szerintem. Ki ezeket még megiszem, hogy két dobozzal vettek nekem. Lacival vették nekem a Tesco-ban, de még korábban, még egy, nem is tudom, egy-két hónapja. Nem lesz a kedvencem, de mindegy, el fog fogni. Itt is el lehet ülni, igen. Az árnyékba csücsüljünk le egy kicsit. Jó. Na, a körömlak az nem volt jó ötlet, mert... Azért eléggé zúgnak, de... Nem volt jó ötlet, mert nem volt időm befejezni. Úgyhogy belenyúltam, ahogy öltöztem és jöttem a gyerekért. De ilyesmi lesz majd. Ilyesmi színek. Na, szín gyönyörű. Csak kicsikét belenyúltam ebbe. 5 perc alatt nyilván nem száradt meg. Még csak egy réteg van rajta. Hát igen. Némelyik. Megy itt ad? Na, ügyes vagy, egészséged. Akkor megyünk tovább, megnézzük a következő ilyen napágyat. Jó. Van itt még egy híd. Azon átmegyünk, és akkor megnézzük azokat a napágyakat ott. Hát sajnos az idilli hangulat az... Ez ricsolja egy kicsit. Nem baj. Majd még eljövünk, jó? Elolvasom. Nem szabad szemetelni.
nem szabad kavicsot dobálni a tóba, kutya porázon jöhet, a kerékpárt, a rollert azt tolni szabad csak, madarakat nem szabad etetni. A csónak munkaeszköz, belemászni tilos. A tóba füldeni, horgászni tilos. Nem szabad csónakázni. Munkaeszköz. Az volt kérve, nem tudom, hol a csónak, de az munkaeszköz. Volt egy csónak? Hol? Ott azon a híd alatt. Hát tényleg látom, ott van a híd alatt egy csónak, igazad van. Ez itt a jó kis nyugis. Ide jöjjünk? Csak erre már nincs a tó, szerintem. Ide jöjjünk? Van itt dió, nézd csak. Ott a dió. Hát itt pont nem látjuk a tavat. Gyere, menjünk, oké, ezt még jól lehet választani, most nincs itt senki. Csak mi. Csak mi, bizony, mi romantikázunk itt ketten, igaz? Mit? Még megtaláljuk a szárat még egyszer majd, jó? Na, ez jó lesz. Téd a nagy? Jó. Na, csücsülj le. Na? Pillangó, de nézd milyen szépek, nézd csak! Látod őket? De helyesek! Na, elférsz kényelmesen? Jaj, de cuki vagy! Köszönöm! Jaj, de Ari vagy! Köszönöm szépen! Kaptam virágot! Igen, van egy csomó arra is! Köszönöm, elfújjuk? És ezt a többi részét tudod, hogy először minden. Jó, na fújjad. Egy, kettő, három. Molnárkák, nem? Nem tudom. Nézzük fel! Molnárkák szerintem. Nem hízed? Azt mondta, hogy ott nem hagyja nyugodni, hogy mi van abban a kis bódéban. Hogy ő elmegy, megnézi. De most merre megy? Az elfelé fut. Ugye, hogy az úton megy, szerintem az út... Úton megy körbe, ha megkérdezi, mit lehet ott kapni. Nagyon érdekli, meg majd közelebb megyünk, mennyire tudunk közelben. Jaj, nagyon mozgunk már így. Nem tudom, látjátok-e, én nem látom, hogy mit lehet itt kapni, de itt látom, hogy itt üvöldögéltek az előbb, és itt eszegettek, úgyhogy valamit itt biztos lehet enni. Jaj, csak így nagyon imbolygunk. De olyan olyan. Nézzük, de elég messze van, csak jól rá tudtam zoomolni. Na? Nincs bent senki? Mi volt ott? Mit lehet kapni? Semmit nem láttál? Akkor nem. Hát most már nem menjünk el még egyszer oda? Nem, semmi nem volt? Senki nem volt ott? Nem. Nem? Ott ülnek szerintem, nem? Még egyszer megnézed? Ha nézed, ha van kedved, akkor szaladj el. Ha gondolod?
Na nézzük újra. Már jön el. Még most már ott állnak? Hol van? Ott jön. Azt mondtam, hogy elmegy még egyszer. Nem tudom, mennyire lehet hallani, mert eléggé fúj itt a szél most. Nagyon jó itt. Most innen beültünk ide az árnyékban. Ott volt, na, hol voltunk? Itt voltunk. Csak itt nagyon tűzött a nap. Úgyhogy átköltöztünk ide. Eléggé fúj a szél. Azt hiszem, olyan szépek, ilyen telepítenek ide, ilyen gyűltetnek ide újabb szomorúfüzeket. Itt van egy csomó, egyébként ott is van egy. Itt végig, ahogy itt jövünk, ezen az úton, itt csomó gyönyörű szép szomorúfűze, itt is van egy. Gyönyörűek a szomorúfűzek, nekem nagyon-nagyon tetszenek, olyan, van egy hangulatok, ugye, olyan kis szomorkások, ahogy úgy lógnak le. Úgy lettem, hogy itt lesz még több, és még több. Itt végig egy csomó, egy kis csemete van. Na, mi újság? Alkoholos innivalók. Alkoholos innivalók? Megkérdezted? Ja, azt hittem, hogy megkérdezted, és kicsit olyan furcsa, hogy itt ilyen szép környezetben alkoholos innivalókat, nem hiszem? De nem. Alkoholt a tó partján azt árulnak? És kaja nincs? Nincs. Komolyan? Komolyan. Hát az nagyon érdekes, alkoholos innivaló itt a gyönyörű szép környezetben a part mentén. Na, jól kiszaladtad magad. Kiszaladgáltad magad? Na jó, aztán biztos, hogy... Alkoholt. Minek nekik alkohol? Dehogy is, biztos. Nem hiszem egyébként. Alkoholt, ilyen kis botekából, hát én nem tudom. Na majd még egyszer rázumolunk egy jó erő. Ennyi, 9-szer egy zoommal megnézzük, de... Á, nagyon remel a kezem. Á, nem tudom. Alkohol lenne. Jaj, lélegzek is, az is be mozdulít, nem tudom, én nem látom. Messze van. Elég messze van, igen. Na jó, indulhatunk? Jó, ma megyünk haza. Az biztos, hogy van. És ebédelek. Hozol akkor Bingnek, itt van a Bingnek a juttatás, a nyuszinak. Szedett neki egy csomó növényt. Úgyhogy azt hiszük neki.